Tisztelettel köszöntöm Önöket, Dunaharaszti város önkormányzati dolgozóit, egészségügyi alkalmazottait, polgármester urat, alpolgármester urakat, jegyző urat, a képviselőtestület jelenlevő tagjait. Felkérem dr. Szalai László polgármester urat, hogy nyissa meg a mai összejövetelünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Dunaharaszti város önkormányzata és a polgármesteri hivatal nevében, és a ti nevetekben is, ugye ez a hagyományosan ez a mi ünnepünk. Évekkel ezelőtt egy kicsit többen voltunk, de úgy látom, hogy így is elég sokan vagyunk, és ez nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon eljöttetek, hogy közösen ünnepeljük azokat a kollégákat, azokat az embereket, kolléganőket, kollégákat, akik Dunaharaszti városban dolgoznak, a városért tesznek. Az egészségügyi, szociális szférában, a kulturális, művelődési szférában, és nem utolsó sorban a jegyző úr mondta, hogy ne mondjam itt, de kénytelen vagyok ezt mondani, a maradék pedagógusaink, akik itt vannak még velünk, és én azért tényleg engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy én remélem, hogy még sokáig itt maradtok velünk, és együtt tudunk ünnepelni, és a várossal közösen fogunk tudni ünnepelni. Nem szeretnék sokat beszélni, két-három dolgot szeretnék elmondani, mindegyik egy dolog köré köthető. A mai napnak az apropója, szeretnénk megköszönni azt az éves munkát, amit a városért tettetek. Nem kell elmondanom, hiszen mindannyian tudjátok, hogy a képviselőtestület számára rendkívül fontosak azok az emberek, akik a városban dolgoznak. A városért és a városban lakó emberekért teszik minden nap a dolgukat. Tudom, hogy milyen nehéz emberekkel foglalkozni, nem azért, mert nem szeretjük őket, hanem esetleg ők ezt nem veszik észre, hogy mi mennyire szeretjük őket, és néha a hétköznapjainkban ez nehézségeket okoz, de mindenki, aki ebben a szférában dolgozik, ezt vállalta, és biztos vagyok benne, hogy mindenki szeretettel hajtja ezt végre, úgyhogy én az ő nevükben is szeretném ezt a mai napon nektek megköszönni, önöknek is nektek megköszönni. És a képviselőtestületnél tartottam, minden évben a képviselőtestület a rendelkezésre álló eszközöknek, erőkhöz mérten igyekszik azokról az emberekről valamiféleképpen egy picit pluszban, talán azt mondom büszkeséggel mondva, és nem hiszem, hogy hazudnék, a többi településhez képest egy picit többet vállalva nyújtani a mi dolgozóinknak. Nem sorolnám fel, mert hiszen úgy is tudjátok. A mai napra is készültünk, de nem malőr, de egy pénzügyi művelet miatt kicsit másképp terveztük a mai napon arról, hogy valamilyen szinten ne csak a vacsorával és a pezsgővel, a borral és az ingyen csapott sörrel tudjuk egy kicsit a mai napotokat felvidítani. Egy utalványt szeretnénk majd nektek átadni, nem tudták még ma mai napra lenyomtatni, ez nem a mi hibánk, jegyző úr ezt meg tudja erősíteni. Nem egy nagy összeg, de tényleg ezt a módot próbáltuk arra megtalálni, hogy adót is spórolva, a lehetőségeknek megfelelően valamilyen szinten tudjunk kedveskedni és kifejezni pluszban azt, amit gondolunk. Úgyhogy a mai napra mindenkinek jó étvágyat, jó szórakozást szeretnék kívánni, és még egyszer szeretném megköszönni ezt az éves munkát, amit tényleg a városért és a városban élő emberekért tettetek. Köszönöm szépen! Dunaharaszti város önkormányzatának képviselőtestülete a májusi ülésén Dunaharaszti gyermekeiért kitüntető díj adományozásáról határozott. A mai kitüntetettünk 1972-ben kezdett dolgozni, 1982 óta az akkori egyes számú általános iskola, ma a Dunaharaszti Hunyadi János német nemzetiségi általános iskola konyhájának volt kiemelkedő munkatársa, majd 1988-tól 2013-ig a konyha vezetője. Munka szempontjából már így is soknak tűnik ez az időszak, de ha az átlagosan elkészített ételadagok számát nézzük, akkor vezetésével és munkájával ez idő alatt körülbelül 5 millió adag ebéd készült el Dunaharaszti gyermekei számára. Büszke lehet rá, hogy a térségben mindig pozitív példaként említették Dunaharaszti közétkeztetését, és sokszor a mostohább körülmények között is kifogástalan és a mindenkori egészségügyi előírásoknak megfelelő módon készült el időben Dunaharaszti óvodás és iskoláskorú gyermekei részére az ebéd. Munkásabb napokon ehhez sokszor még már hajnali 4 órakor meg kellett kezdeni az előkészítő műveleteket. Munkabírására jellemző, hogy ezen felül még városi rendezvényeken,
civil szervezetek által szervezett programokon is sokszor vállalt önzetlenül főzési feladatokat. Kollégái mindig elismerő módon nyilatkoztak róla, nyugdíjba vonulása előtt is készségesen segítkezett az utód szakmai generáció kiválasztásában és betanításában. Nem csak szakmai munkája, hanem pozitív, mindig mosolygós hozzáállása és gyermekszeretete miatt is őt javasoltuk a Dunaharaszti gyermekeiért kitüntető díjra. És most már kimondhatjuk a nevét, Német Jánosné Ágika, városunk főszakácsa. Szeretném köszönni, hogy itt lehetek, és mindenkinek szeretném megköszönni, aki elismerte a munkámat. Kolléganőknek pedig a sok türelmet, és kívánom, hogy a többi kolléganő is ugyanígy menjen el nyugdíjba, mint én, ilyen elismeréssel. Köszönöm szépen! Köszönöm.